település az ország nyugati határán, a Vendvidékvasi hegyhát és az Alai dombság által határolt háromszögben, Hetés tájegység északnyugati szegletében található. A falu déli végében Papréten emelkedik Magyarország egyik legkülönlegesebb temploma. A Szent Háromság tiszteletére szentelt egyhajós, nyugati tornyos, a nyolc szög három oldalával záródó szentéllyel ellátott, kőből és téglából épült velemi katolikus templom. Építésének pontos ideje nem ismeretes. Az Árpád kor elején Velemér 10 falu központja volt, ezért feltehető, hogy a templom építését még Szent István rendelte el. Először egy 1360-ban kelt oklevélben említik. Freskóit 1377-78-ban Aquilla János festette, aki a szentély északi falán önarcképét és művész nevét is megörökítette. És a freskókat több alkalommal restaurálták. A tetőzetet leszámítva, mely az eredetinek megfelelően lett helyreállítva, a kis templom őrzi az 1300-as évek végén megteremtett formáját.